Azt gondolom, hogy a világ nem pont olyan, és nem csak annyi, ahogy mi azt az érzékszerveinkkel felfogjuk. És hogyha adunk annak egy esélyt, hogy Isten nem egy fehér kaporszakáló öreg úr, aki egy felhőn csücsül, hanem minden létező összessége, aki önmagát osztotta fel részeire, beleértve téged is, hogy megfigyelhesse, hogy mi minden ő, hogy megismerje saját magát, akkor egy más szemszögből tudjuk nézni. A megismerő és a megismerés, a tánc és a táncos, a fény és az árnyék, a yin és a yang, a teremtő és a teremtés egy és ugyanaz. Ám mi ezt csak egy kettéhasadásba vagyunk képesek értelmezni, de ameddig ezt az egységet át nem érzed, gyakran kétségbe fogsz esni. Minden, ami ezen a világon körül vesz minket energia, és mi azért jöttünk erre a világra, hogy ezekkel találkozzunk, megismerjük, megértsük őket, megtanuljuk kezelni, majd a saját szolgálatunkba állítani. Minden, ami létezik, annak létezik az ellentétpárja is, és ezek szoros kapcsolatban állnak egymással, még akkor is, ha sosem találkoznak, hiszen teremtik egymást. Nincs olyan bot, aminek csak egy vége van, és nincs olyan érme, aminek csak egy oldala van. Ezek mindig együtt járnak. Nincs egyik a másik nélkül. Ha mindenki ezen a világon szőke lenne, akkor nincs értelme annak, hogy szőke. Nincs mihez képes szőkének lenni, akkor mindenkinek csak haja van. Meg kell, hogy jelenjen egy fekete hajú ember ahhoz, hogy legyen mihez képes szőkének lenni. A fekete és a fehér hiába egy és ugyanaz, a mi világunkban ebben a formában nem tud megnyilvánulni, csak ellentétpárként. Minden valamihez képest valamilyen. Az élet jó kis útvesztő játéka, hogy képtelenek vagyunk egynek látni azt, ami egy, hanem csak vagy-vagy kategóriába tudunk gondolkozni, és ellentétpárok. De ez adja az élet dinamikáját, ez mozgat mindent. Valami vagy jó, vagy rossz, aztán igyekszünk azonosulni a jóval, kiiktatni a rosszat, és rengeteg időt, energiát pocsékolunk rá, miközben ezek elkerülhetetlen dolgok. Azért jöttünk ide, hogy ezeket megtapasztaljuk, átéljük, ezekkel találkoznunk kell. Rákos Péter beavatásként emlegeti. Megfogalmazták már vulgárisabban is ezt a bölcsességet, hogy minden segberúgással lépsz egyet előre. Amíg a jó és a rossz kategóriában gondolkodunk, az egy állandó konfliktust fog jelenteni a külvilág fele is, és bennünk is. Oké, de hogy lehet egyszerre valami jó és rossz, mert ha két dolog különbözik, akkor ezek biztos. Újra csak Rákos Pétert idézve úgy, hogy ez nem valamiféle ellentmondást, hanem egy számunkra felfoghatatlan homogenitást jelent. Az emberi felfogásban a dolgok csak ketté választva ellentétpáronként képesek megjelenni. Pedig ha szembeállítunk egymással két hatalmat, mint a jó és a gonosz, bigott, vagbuzgó hívő módjára, azzal nem állítunk mást, mint hogy a teremtés, a teremtő, vagyis Isten nem tökéletes, azaz hiba csúszott a számításba. Egy apró részletet nem kalkulált bele, ezen elcsúszott az egész, és mint gyurcsány elkúrtuk, nem kicsit, hanem nagyon. Mi pedig azóta is ezt nyögjük. Aki azt állítja, hogy a gonosz Isten akarata ellenére tevékenykedik, vagy akár egy szalmaszálat is az ő akarata ellenére tesz keresztbe, akkor kinek az erejébe és hatalmába hisz az igazán? Egy jó kis útvesztőjáték ez, vagy labirintus, ahol a taró, az asztrológia, a numerológia és egyéb leképzési rendszerek egy térképet, egy útmutatót adnak, nincs ebben semmi ellentmondás, sőt.